Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai este megnyitóján. Kezdetben recitáljuk el az Om Nám mantrát hétszer, közösen. Harang hangja az embereket hívja a dharma meghallására. A bronz felhő, amikor megütik a koreai templomok harangtornyaiban, az ég madarait hívják. A fahal, amelyet ugyanabban a harangtoronyban ütnek meg, a víz lakóit, a halakat és a tengeri élőlényeket hívják a dharma meghallására. A dob minden földön járó, bőrrel bíró, emlőst, kétéltűt, hogy hallják a dharmát. Ez minden teljes értékű templomban naponta kétszer, a harang háromszor megszólal. Miért kell ennyiszer hallanunk a dharmát? Miért hív a hagyomány erre? Azért, mert nagyon hamar elfelejtjük. Mennyi idő alatt hiszed el azt, amit látsz egy képernyőn? Mennyi idő alatt azonosulsz a magad vagy a mások véleményével? Milyen gyorsan hiszed el a saját elméd téves nézeteit? Sokkal gyorsabban sem, hogy a dharmát megpillanthatnád. A dharma gyakorlásának, a törvény meglátásának, a világ működésének az elsajátítása szokás kérdése. Mindenki a szokásait akarja levetni, megváltoztatni, a zen pedig Mahakásyapa mosolyával szokást épít, a dharma gyakorlatának a szokását. Reggel, délben és este. Hogyha a törvényt hallod és egyé válsz a világ működésével, meg tudod szüntetni az emberek által alkotott szenvedést. Olyan büszkék vagyunk magunkra a homo sapiensek, és a bölcsesség jegyében ezt csináljuk. Magunkkal, egymással és a világgal. Ahogy az emberiség karmája áll, most folyamatosan harangozni kéne, folyamatosan ütni kéne a dobot, mert már alig van állat, aki meghallja a dob hangját. Folyamatosan ütni kéne belülről két ütővel a kivájt fahalat, mert alig van a tengerekben már élőlény, aki ezt hallhatja. És folyamatosan ütni kéne az acél vagy bronz felhőt, a gongot, mert már alig van a levegőben madár és rovar, amelyek ezt hallhatják. Meddig húzzuk mi, sapienszek, bölcsek, humanoidok? Meddig megy ez még? És a válasz az, hogy akármeddig megy, mi benne leszünk, mert emberi karmánk van, erre a földre születtünk, nem egyszer, nem kétszer, sokszor. Azt szeretnéd, hogy legyen vége? Akkor meg kell találnod a kezdetet.
Azt szeretnéd, hogy az alfa és az omega találkozzék? Térd vissza igazi önvalódhoz. Ebben a pillanatban, igazi önvalód tapasztalatában van az alfa és az omega, a kezdet és a végzet. Nem találkozhatsz önvalóddal máskor, máshol. Nem válhatsz egyé a világegyetemmel máskor és máshol. Ezért az EN gyakorlata rendkívül egyszerű. A lényege nem fogható szóba, nem önthető formába. És mégis ez a nem tudható, de tapasztalható lényeg az, amely a szabadulás alapja. És ez a kötés alapja is. Nehogy azt hidd, hogy két buddha természeted van. Egy van. Nehogy azt hidd, hogy két személyiséged van, egy rossz meg egy jó. Egy van. Nehogy azt hidd, hogy két tudatod van, egy világos meg egy sötét. Egy van. Az az egy, az milyen? A hagyományban sok életről, sok inkarnációról beszélünk, mégis ez most a legfontosabb. Miért? Mert most vagy testben, most látsz a szemeddel, most hallasz a füleddel, most vagy tudatos, most gondolkodsz, most érzel. Nem az előző életeid a fontosak, és nem a következő, ez. Mert ebben az életben, ebben a pillanatban hallod a dharmát, követheted az utat, és érheted el a felébredést. A legnagyobb üzenete a Mahajánának, és egyébként minden advaita útnak, hogy rajtunk múlik. Az egység tapasztalat rajtunk múlik. Ha észrevesszük a dualitások általunk teremtett voltát, ha elkezdjük uralni ezt a teremtést, ha megismerjük az élet és halál törvényeit, akkor az úton járunk. Akkor tudunk segíteni másoknak és magunknak egyaránt. Ha nem, akkor a tudatlanság felhője elborít minket, és ennek két nagyon világos jele van, dű és kalbzsiság. A dűből származó cselekedetek, a háború, az élet elvétele más módon, a rombolás, a pusztítás, ez nem más, mint az az esztelenség, amikor nem látod, hogy hogy kell valamit befejezni, hogy kell valamit abba hagyni, hogy kell valamit eldolgozni. És ha ez nincs meg, akkor rombolsz, ütsz, zúzol, ordítasz, pusztítasz. Mert tehetetlennek érzed magad. A túlvezérelt vágyból vagy kapzsiságból elkövetett cselekedetek, a felhalmozás, az önzés, az egyoldalú vagyongyűjtés, a nem továbbadás, ezek olyan cselekedetek, amelyek a teremtés nem uraltságából származnak. A nem uralt vágyakból származnak. Abból származik, hogy nem látod, hogy csak két kezed van és egy szád. És akármennyi nullád van a bankszámládon, ettől még a magányod nem fog feloldódni. Hát mi emberek bonyolultnak és különlegesnek hisszük magunkat, holott olyan egyszerűek vagyunk, mint az a pofon, amit néha kiosztunk vagy megkapunk. Rendkívül egyszerű az, amit idehozunk, és mégis elképesztő bonyolultan szeretnénk látni, hogy a különlegességünket bizonyítsuk. Hogy valahogy mások legyünk, mint a többiek. Nem elég az, hogy soha senkinek olyan arca nincs, mint a tied? Nem elég az, hogy soha senkinek olyan szeme, füle, új lenyomata, szeretése és nem szeretése nincs, mint a tied? Nem, ez nem elég. Még több kell. Nekünk azt kell, hogy igazunk legyen mások felett. Nekünk azt kell, hogy minket mindenki szeressen. Nekünk az kell, hogy mi legyünk a kitüntetett lények. És valahol díjazza valaki vagy valakik azt, hogy mi itt létezünk, hogy nekünk itt valami jár, hogy itt nekünk jogaink vannak. Annyi jogunk van, amennyit teremtünk és egymásnak adunk.
Olyan életet élünk és olyan halált halunk, amilyet teremtünk egymásnak és magunknak. Tehát az élet és halál törvénye, a szanátana dharma, az örök tan nagyon egyszerű, nagyon tiszta és nagyon világos. Felismerhető, elsajátítható, követhető, továbbadható. A fő üzenet az, hogy nem kell, hogy szenvedj és szenvedtess. Nem vagy erre kényszerítve. Lehoztál szokásokat, valószínűségeket, de nincsen fix sorsod. Annyiban, amennyiben ezeket a szokásokat meghaladod, amennyiben az önismerethez az önmeghaladás is párosul. Nagyon egyszerű ez a világ. De ha túlbonyolítod, akkor nem tudod művelni a tant. Nem járod az utat, másokra hivatkozol, panaszkodsz, perlekedsz, és fogy az idő. Ebben a testben, ezzel a szempillantással, ezzel a lélekkel egy életed van. Meddig élünk? Mit csinálunk? Tudjuk-e, hogy honnan jövünk? Látjuk-e, hogy hová megyünk? És amennyire kimondatlan és egyszerű a törvény, pontosan annyira könyörtelen, mert teljesen mindegy, hogy tudod-e vagy sem a törvény szempontjából. Neked nem mindegy. A családodnak nem mindegy. A hozzátartozóidnak, a társadalmadnak, a népednek nem mindegy. Nem mindegy, hogy milyen tudatminőséggel élsz. Nem mindegy, hogy boldogságot teremtesz, vagy szenvedést. Mire használjuk azt a keveset, ami van? Mindenki, aki ebben a teremben ül, már átélt annyi válságot, hogy tudja, hogy nincs vesztegetni való időnk, lelkünk, mozdulatunk. Ez nem azt jelenti, hogy te most görcsölj. Az egy újabb pazarlás, ha görcsölsz és stresszelsz. Csak nézd meg azt, hogy milyen ciklusokat indítasz, és milyen irányban mész. Meddig tartod fönt bizonyos ciklusok működését magadban, az evés, ivás, alvás, ezt nagyon jól látjuk. Mennyi idő alatt tesz meg az önképed egy kört? Ezt arról tudod, hogy milyen gyorsan vagy hajlandó változni. Szembe tudsz nézni magaddal, a tükörben, minden nap. Néha még a fürdőszobában is nehéz. Legszívesen letakarnád egy törülközővel. Mennyire könnyű idebent, a lelked tükrében, a tudatosságban szembenézni a karmáddal. Szembenézni azzal, hogy te kinek hiszed magad, és mit vársz a világtól, és közben mit kapsz, és mások mit mondanak rólad. Azt hiszem, hogy az egyetlen egy esélyünk az a tudat minőség emelése. Ha emeljük a tudat minőségét egyéni, páros, családi és csoportos szinten, akkor ez a föld paradicsommá és mennyországá változtatható. Minden tudunk, ami ehhez kell. És akkor akár 20 milliárdot is elbír belőlünk a bolygó. De így, hogy alulról karcoljuk a 8 milliárdot, a 7,9-en már kb. Túl vagyunk, vagy majdnem. Így ezzel a minőséggel, ezzel a szinttel még ennyi is sok, ahhoz, hogy ezt hosszú távra elképzelhetőnek lássuk, hogy kivitelezhetőnek lássuk. Óriási bajaink vannak. És mindaddig, amíg nem ér el minket, és nem érezzük a bőrünkön, és nem kopogtat az ajtónkon, és nem nullázza le a pénztárcádat, addig nem hisszük el, hogy ez tényleg így van. Azt hisszük, hogy valaki ezt megszerkesztette, és valamilyen science fiction-t, vagy irodalmi, filmbéli, egyéb művészeti alkotást látunk, pedig nem. Hogyha a tudatminőség nem emelkedik, akkor a mennyiségünk fog csökkenni. Hogyha a tudatminőségünk nem emelkedik, akkor a mennyiségünk fog csökkenni. Ez ugyanolyan kérlelhetetlen, mint az, hogy ha leesik az eső, akkor nedves lesz a föld, és hogyha kisüt a nap, akkor az fölszárad és elpárolog a nedvesség. Értsétek meg, hogy a dharma nem véleményfüggő, teljesen mindegy, hogy mit gondolsz róla. Az ok és okozat törvénye világos. Milyen helyet foglalsz el ebben?
Sun Tzu zenmesternek 1992 és 3 környékén számos olyan dharma beszédje volt, ahol a következő hasonlatot mondta, úgy, hogy volt szerencsém ott lenni az egyiken. Azt mondta, hogy a 90-es évek elejéig a világ egy olyan almára hasonlított, amelynek két oldala volt. Egy zöld és egy vörös. Amikor a kommunizmus, mint világrend eltűnt, akkor ez az egész alma egy színű lett, és már csak egyetlen egy szaga volt, a pénz. És itt nem állt meg a folyamat, az alma elkezdett válsággócokat, fekete, sötétbarna pöttyöket fejleszteni. Ezek olyan helyek a Földön, ahol a válságok, a háborúk, a nélkülözés és a szenvedés nem szűnik meg. Elindult, és belátható időn belül nem ér véget. Már egyre több ilyen van. Legyen az természeti környezet, emberi környezet, életvitel, fegyveres konfliktusok, nélkülözés, járvány. Nézz körül. Egy idő után ez a gyümölcs már teljesen rothad, és ekkor már nem maradhat fönn a fán. Ekkor leesik. Szétcsattan, és látszik az, hogy a külső héj teljesen elvékonyodott. A belső, a hús, a többség teljesen megrohadt. De ekkora magvak érettek. Azt hiszed, hogy te ott állsz az almafa előtt. Azt gondolod, hogy te kívül maradhatsz ezen. Remélhetsz valami taktikát, valami rejtett dolgot, hogy azt te majd alkalmazod, és te nem leszel rajta ezen. Az a jó hírem, hogy mindannyian ezen az almán vagyunk. Alapvetően egyetlen egy döntést hozhatsz, milyen helyet óhajtasz elfoglalni ezen az almán. A gyorsan romló illúziók vagy válsággócok külső héjazata leszel, vagy a passzívan, csendben rothadó többség, amely kivárja a saját végzetét, vagy a világnak a pusztulását, vagy pedig azok a magvak, akik a megújulást szolgálják. Minden lehullott almának megvan az esélye, hogy egy újabb almafa nőjön a magvaiból. Te hol vagy ebben? Hát amennyire rövid az élet, pontosan annyira fontos, hogy ezeket az évtizedeket helyesen töltsük. Mások is magunk javára töltsük. Ha úgy gondolod, járhatsz az úton, és elérhetsz egy felébredettebb állapotot, melyben kevesebbet szenvedsz és szenvedtetsz. Az erőfeszítés látszólag reménytelen, de nem az. Miért? Mert ez a körforgás nem áll le. A Buddha erről úgy beszélt, mint az anyagi világ és az érzékszervi sík kezdettelen és végtelen áramlása. Ezért amíg földi karmánk van, és mindannyiunknak van, addig ide jövünk vissza. Milyen földre szeretnél újra leszületni? Hát így hagyd itt a földet. Ezzel a tudattal élj, hogy ahogy itt hagyod, úgy fognak a gyerekeid és az unokáid rád nézni. Úgy fognak a síremléked előtt állni, és áldani vagy átkozni, hogy te mit hagytál itt. Milyen világot építettél nekik. És amikor újra itt leszel, nem fogsz emlékezni semmire. Alapból le vannak zárva az előző életeink, a tudatban van egy önvédelmi mechanizmus, amitől nem engedi a tudattalamból a felszínre ezeket az emlékeket, kivéve különleges eseteket, akár traumákat, akár meditációs gyakorlatot, a kettő nem ugyanaz, de azért néha hasonlít. És innentől kezdve van egy felelősséged, hogy te milyen lélekkel mész innen tovább, azon fölül, hogy milyen világot hagysz itt. Úgyhogy, ha ebben segíthetek bárkinek, akkor itt a kérdés lehetősége. Azt szeretném kérdezni, hogy mit jelent az, hogy alázatosság? Miben segíthetek?
Következő kérdés. Nagyon remélem, hogy az alma magjában vagyok. Tanár vagyok, szeretnék sokaknak segíteni. Van gyerekem, és most nem sokára unokám is lesz. Gratulálom. Értük aggódom, illetve magam miatt is egy kicsit persze áttételesen. Rákos beteg voltam, meggyógyultam már ennek 20 éve. Akkor nem tudtam, utána tudtam meg, hogy a nagymamám is ebben a betegségben. Később aztán, mikor én már meggyógyultam, az apukám is ebben halt meg. A gyerekemre, illetve az unokámra nézve az a kérdés merül fel, hogy biológia, öröklődés vagy karma, ugye? Hogy leszületik az a gyerek, hozzám leszületett. Igyekeztem képességeim szerint a legjobban felnevelni, nyilván az unokámmal is majd úgy fogok foglalkozni a legjobb képességeim szerint. Nagyon félek, örökölni fogják ezt a betegséget? Vagy ez csak biológia? A karmához semmi köze? Szeretnénk, hogyha nem lenne semmi köze hozzá. Ha félsz, akkor ők elsősorban ezt a félelmet fogják elsajátítani. Annyira úgy nem, hogy kifelé, csak úgy azt gondolkodom gondolod, rajta. Hogy igen. Nem. De valójában igen. Tehát a tér az nem hazudik. A lelkek között nincs fal. Azt hisszük, hogy a gyereket vagy az unokát a félelmen kívül tudjuk tartani, ha magunkba zárjuk, de pont fordítva van. Minél jobban a tudatküszöb alá lenyomod, annál jobban átmegy máshoz. Hát ne félj, ne aggódj. Lásd azt, hogy tényleg mit hoztak le lélekben, és ahhoz milyen test járult. Csak is a lélektartalom függvénye, hogy milyen testet, milyen körülmények között veszünk föl, amikor leszületünk. Tehát abban a boldogságos pillanatban, ami anyu és apu közötti tradicionálisan érvényesül, a lélek maga keveri ki a saját génkódját. Hibák lehetségesek, például idős test esetleg, lásd a Down-kor veszélye vagy hasonló, de ha minden rendben van, akkor a lélek információ vesztesség és hiba nélkül kikeveri azt a génkódot, ami az ő testét fogja adni, az ő karmájának tökéletes függvényében. A régi tanítás, Tang dinasztia, Pajcsang zenmester. Ha holnap meghalsz, milyen testet kapsz? Nem, de mindenek fölött ez a legfontosabb? Siess, siess, az idő nagy munkájában az élet és halál nem vár rád. A folyók lefelé folynak a tengerbe, a felhők felfelé szállnak az égbe. Nem kaphattál más testet, mint ezt, amikor leszülettél, mert ez a lelked, a karmád tökéletes következménye. Itt nincs hiba. A karma működése személyben is megmutatkozik, de magában személytelen. Nem lehet csak úgy alakítgatni rajta, a kedvünkre formálni, hogy ez nekünk jó legyen. Tehát tanítsd meg a dharmát a tanítás szintjén, a közművelődés szintjén, ez nagyon fontos. És a családtagokat pedig úgy segítsd, hogy igyekszel a kérdéseikre válaszolni, és már azt is eldöntheted, hogy mely kérdésre adsz bővebb választ, és mely kérdésre kevesebbet vagy kisebbet. Már ezzel is formálod az érdeklődésüket. Minden a jelenlétből, odafordulásból következik, mert a szeretet enélkül nem megy. Nincs jelenlét, nincs odafordulás, nincs kapcsolat, szeretet sincs. És a szeretet hídon keresztül megy át minden. Minden, ami fontos, minden, amit úgy érzel, hogy meg kell, hogy maradjon, az csak szeretet kapcsolatban mehet át. Tudtad használni azokat a tárgyakat, amelyeket mondjuk általános iskolában úgy tanultál, hogy nem szeretted a tanárt? Senki. Annyira személyfüggőek vagyunk, és annyira szeretetéhesek vagyunk, hogyha valaki nem szeretett tanítja nekünk azt a tárgyat, akkor a személyes viszolygás miatt nem is sajátítjuk el az anyagot. És ez nagyrészt felnőtt korban sem változik, nagyon kevéssé. Ha akarsz segíteni, akkor nézd meg, hogy ők miért ezt a testet kapták, miért mennek keresztül ezeken a betegségeken, mi az a lélekben, amely ezt a fizikai karmát generálja. És az ok és okozat látása és láttatása a legnagyobb kincs, amit továbbadhatunk. Erre lelkesítelek téged is.
Következő kérdés. Azt szeretném kérdezni, hogy hol van a határ az egészséges elengedés és a közömbösség közt? Hegyes Halomnál. Nézd meg, hogy a határ egyik oldalán mi van, meg a másik oldalán, és óvatosan lépd át. Ki tudja, visszajöhetsz-e. Tehát a közömbösség az teljesen kiüresíti és elsemlegesíti a kapcsolatokat. Nem érdekel, hogy élsz, halsz, jól vagy, rosszul vagy. Ez a közömbösség. És az elengedés helyett inkább az egyöntetűséget, vagy az egységet állítanám ezzel szemben. Ennek a szanszkrit fogalma az upeksá. És ez az a mozdíthatatlan tudat, amely ahhoz kell, hogy te mindenféle traumával, belsővel, külsővel tudjál foglalkozni. Ha téged kilendít a másik karmája a sodrodból, és valaki sokkolódik, mert éppen nem tud kijönni a drámai szerepből, akkor te is sokkolódsz. Így nem tudsz segíteni. Ha közömbös maradsz és nem érdekel, akkor se tudsz segíteni. Tehát a középút az az, hogy átérzem az állapotodat, de nem azonosulok vele. Annyit fogok föl belőled, amennyi a cselekvőképesség, a segítőképesség megtartásához kell. És itt egy nagyon érdekes középút van. Úgyhogy, ha nagyon elengeded, akkor elküldenélek hegymászó tanfolyamra. Hogyha nagyon ragaszkodnál, akkor pedig úszni kell. Hogy tanuld meg, hogy nem fogod meg a vizet soha. De úszni tudsz benne. De így megfogni a vizet nem tudod. Ha pedig hegymászás közben elengeded a kötelet, hát néha eléggé gyászos a következménye. Jó? Egyéb kérdés? Az előbb érintettük azt a kérdést, mikor leszületik a lélek, és beleszületik egy kapcsolatban, és akkor mi a helyzet, ha nem születik, és vagy egy személy, vagy egy kapcsolat úgy zajlik, hogy nem születik gyermek. Annak nincs olyan erős közös karmájuk, személyes és akár családi vagy társadalmi szinten, hogy oda belátható időn belül lélek szülessen le. Én látok ilyet, kitűnő emberek, fantasztikusak, baráti a kapcsolat, és nem. És azért, mert ugye két fogaskerék elkezd egymásba fordulni, amikor kialakul a közeli kapcsolat, társkapcsolat, házasság, és annak az erezetébe be kéne passzolni egy harmadiknak. És van, amikor évekig, akár évtizedekig nincs ilyen, tehát nincs olyan karma, aki passzolna a férfihez és a nőhöz, illetve a családba és a társadalomba. És ezért kell elképesztően türelmesnek lenni. Ez a válasz kizárja azt, hogy ennek biológiai oka legyen, tehát ezt nem hozom ide. Csak lélekkapcsolatról és kapcsolati karmáról beszélek. És itt, hogyha nincs gyermekáldás, akkor ez egy olyan nagyon komoly tudati aszkézist kíván, hogy ne egymást hibáztassuk. Ne magunkat hibáztassuk, hanem nézzük meg, hogy hogyan tudunk az életnek értelmet adni, remélhetőleg átmenetileg, de enélkül. És egyébként ez emberi minőséget, vagy kapcsolati minőséget feltételez, vagy... Nem, hát nézd meg, hogy milyen lehetetlen helyzetekbe születnek le gyerekek, mert az a pár az megoldotta. És elképesztően rossz karmájuk van, de hagy gyerek ott, mint az orgonasíp. És vannak ezek a szuper elit emberkék, rettenetesen jó életük van, nincs gyerek. Tehát ez teljesen paradox az emberi gondolkodáshoz képest. Nézd meg azt, hogy ez egy jó stúdium, hogy egy adott családban miért van ennyi gyerek, a másikban pedig kevesebb, vagy bizonyos pároknál egyáltalán nincs. És csak figyeld. Egy kapcsolat az nem azon múlik főleg, hogy mit gondolunk egymásról, hanem hogy hogyan tudjuk figyelni egymást. Milyen minőségű az egymásra fordított figyelem. Aztán a következő réteg a szavak. Na de hát szavak azok lehetnek szépek, csendesek, gyorsak, lassúak, élesek, lágyak, de ezek elszállnak. A tettek azok nem. Nézd meg egy emberi párkapcsolat négy fő síkját. Beszéd, cselekedet, gondolat, érzelem.
mi történik ezen a négy csatornán, a két ember közt. Már ez is nagyon-nagyon tanulságos. És az pedig, hogy hova mennyi gyermek születik, az már egy nagyon-nagyon mély meglátást kíván. Vannak olyan párok, sőt olyan emberek, egyének, akik nem tudnak vérszerinti utódot nemzeni, viszont nagyon sok más módon az élet értékeit tovább tudják adni. És így szellemi gyermekeik lesznek, érzelmi gyermekeik lesznek, és ezek örökbe fogadott gyermekeik lesznek. A vérség az köt, rendkívül erős a vérségi kötés. De vannak lazább, nem ennyire erős kötések, olyan konvencionális kapcsolatok, amelyeket föl lehet építeni gyermekáldás nélkül is. Úgyhogy nem szabad ragaszkodni egyikhez vagy másikhoz, tennünk kell, amiben hiszünk, viszont tudomásul kell venni az eredményt is. Nagyon köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Én azt kérdezném meg, én ezt a kötés szót nagyon sokszor használtad, és lehet, hogy nem pontosan értem. Tehát nem kötődés, kötés, oké. Ha egy picit beszélnél róla, biztos volt már róla szó, csak nem láttam a videót. De segíts már egy picit érteni. Mit nem értesz a kötés per kötődés, amit ugye szinoním szópár alatt? Aha. Hát most már akkor jobban, hogyha ez szinoním, tehát szinoním? Tehát csak emberi kapcsolatokról van szó? Nem, állatiakról is. És még? Van még? Van 6 keletkezett világ, és 4 nem keletkezett létsík. Melyik sorból kérdezed? Aha. Mindegyikhez kötődhetsz. Hogyha nagyon kötődsz az alsó 6-hoz, akkor nem jutsz föl a felső 4-be. Tehát a kötődés az lehet érzékszervi, lehet lelki, lehet szellemi. Megnyilvánulhat szóban, gondolatban, érzelemben, cselekedetben, transzcendens irányultságban. Néha már elég kötés az, hogy rágondolsz, és a következő 5 másodpercben csörög a telefon. Az is kötés. Úgyhogy nem az a kérdés, hogy ez mi. Ez nagyon világos egy idő után felnőtt fejjel, hanem az, hogy mennyire uralod az oldást és a kötést, egy kapcsolat kezdetét, tartamát és a végét. Hát ez a mozdulat, hogy megteremtem, megtartom és megtisztítom, vagy megsemmisítem, az annyira fontos, hogy az indiai panteonban ugye a Trimurtit, a 3 istenséget rendelték hozzá. Brahma, mint a teremtő, Vishnu a megtartó, és Shiva, mint a tisztító vagy pusztító. Ugyanaz a principium, kétféle működés. Tehát egy kötődést ezt el tudsz oldozni, tisztító, és el tudsz vágni, pusztító. Nem mindegy, hogy melyik oldalán vagy ennek az egyenletnek. És innentől kezdve nagyon-nagyon jól figyeld meg, hogy milyen kötést alakítasz ki. Mert valójában teljesen hatalmunkban áll, hogy olyan kötéseket hozzunk létre, amelyekben hiszünk. Nem biztos, hogy jó. Következő nap lehet rossz, harmadnap lehet még jobb, hanem hogy milyen kötésben hiszel. Melyik emberben hiszel? A barátság, a párkapcsolat, az egyebek szintjén. Úgyhogy lehet állati kötést, démoni kötést, pokolbéli kötést, félistenit, istenit, amilyen kötést csak szeretnél. Olyan viszont nincs, hogy egyáltalán ne kötődjél semmihez és senkihez. Tehát, hogyha megszüntetjük az oxigén molekulákhoz való kötődésedet, 5 percen belül testet váltasz, szervusz. És ez egy újabb kötődés lesz, egy újabb testhez, újabb hemoglobinnal. Jó? Tehát nagyon fontos, hogy az ember az egy kölcsönösen függő lény. Tőle is függ valami, valaki, és én is függök valakitől valamitől. Ez a kölcsönös függés, mint a lét felismerése. Aztán van még 2, a tökéletlenség, ez a kedvencem, és a múlandóság, ez pedig mellette van. Egymást kézen fogva. Tehát a tökéletlenség és a múlandóság, ezek édes testvérek, és a kölcsönös függés pedig adja nekik a környezetet. Tehát, hogyha a lét 3 alapjegyével tisztában vagy, akkor a következő lépés az, hogy megbarátkozol velük.
Nem szoktuk szeretni a mulandóságot, hát gondold el, hát a halálfélelem innen van. Nem szoktuk szeretni a kölcsönös függést, mert akkor engem meghatároznak. Ja, próbáld meg anélkül. És a tökéletlenséget pedig azért nem szeretjük, mert azért mindig ilyen feddés van, hogy te nem vagy elég jó, meg ezt nem csináltad meg rendesen. Érted? És kiderül, hogy ha a karmáddal nem azonosulsz, akkor ezt a három minőséget az oldaladra tudod állítani. Hogy a karmád az lehet nyugodtan tökéletlen. Az életünk az lehet nyugodtan múlandó. A viszonyaink lehetnek kölcsönösen függőek. Miért? Mert az önvalód az nem születik és nem hal meg. Az önvalód nem keletkezik és nem múlik el, nem jó vagy rossz. És ebben a teremben pontosan ezt a tapasztalatot igyekszünk legalább egy pillanatra megszerezni, hogy valójában te mi vagy. Az ébredés, ugye? Nem rossz. És innentől kezdve tudod az oldást és a kötést szabályozni. Ezek nem jók vagy rosszak, de minőségüktől függ az életed minősége. Úgyhogy én azt javaslom, hogy azokkal társulj, akikben bízol, olyat tégy, amelyben okod van hinni, és legyen bátorságod ezt a kettőt végigvinni. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Én azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehet jól csinálni egy anyai elengedést. Nekem 3 gyermekem van, és a nagylányom most fog külföldre költözni. Gratulálok. Köszönöm szépen. És olyan feszültség van bennem, nyilván szeretném, támogatom mindenben. Hány éves? 17, most lesz 18. És 18. születésnapja után utazik? Előtte. Mennyivel? Egy picivel, néhány héttel. Néhány héttel? Igen. Akkor néhány hétig még aggódni fogsz. És utána nem? Valahogy nem kizárólag. Úgy érzem. A nagykorúság elviszi az összes anyai aggodalmat automatikusan. Tényleg? Ennyire nem ragaszkodhatsz a szavaimhoz. Hát hogyan tudod azt az elképesztő, erős, a világon szerintem a legerősebb személyi kötést, emberek közti kötést, mint az anya-gyermek kapcsolat szabályozni? Hát te hordtad ki, testedből lett test, lelketekből lett lélek, ugye? És az elején minden egyes atomnyi kötésre szüksége van, hogy túlélje a szülést, a felnövekvést, a satöbbit. Mindent. Tehát, ha ezt az anya nem hajtaná így végre, 100%-os odafordulással, akár az élete árán is, akkor nem nőhetnénk föl. Elpusztulnánk. És ahogy növekszünk, és az autonómiánk velünk együtt, az anyának ebből vissza kell venni. Az egyik nagy ilyen cezúra az a pubertás, aztán a serdülés per bakfés, és utána, amikor már alig látod, tehát csak SMS-t kapsz. Ezeket szervusz. Jól csinálom, úgy érzem. Hát akkor örülhetsz, mert a gyerek úgy lett önálló, hogyha ezt jól tanítottad, hogy te megmaradtál az univerzumában, és szívesen jön haza. Úgyhogy, ha világos a cél, hogy miért megy külföldre, akkor aggodalom nélkül elengedheted. Ha nem világos a cél, akkor lehet akárhány éves, úgyis hibázni fog. Tehát azt nézd meg, hogy mennyire tiszta a tudata, mennyire erős az akarata, mennyire immunis az illúziókkal szemben, mennyire hajlamos a hülyeséget elhinni mástól vagy magától. Tehát ezek azért elég jó tesztpontok. És hogyha úgy látod, hogy elég életre való, akkor hamuba sült pogácsa, mennyi. Ha meg nem, akkor felkészítő kurzus. Édes lányom, külföldre mész, ezt és ezt és ezt legyél szíves szem előtt tartani. Miért? Nem leszek ott, hiába hívsz, beszélgethetünk, de nem változtathatok az ottani helyzeteden, és azt a segítséget megkaptad, hogy te kiuss, azt viszont neked kell megteremteni, hogy ott rendesen élj, és vissza is juss ide. Tehát az önállósítás, az nem eltaszítás. Az önállósítás, ha jól csináljuk, akkor az egyén kiteljesedése a kontextuson belül, legyen az család vagy csoport, elnyeri önmagát, mint avatár, mint személy, a kreativitását, a munkáját, az életének az értelmét, de ehhez nem kell levágni a kapcsolatait.
nem kell elidegenedni, nem kell elfelejteni senkit. De ha ezt rosszul csináljuk, akkor vagy mama hotel van, 35-40 éves fiúcskák, ugye? Vagy pedig lányok esetében, amikor kicsit korán érett, akkor 16 évesen elmegy egy karib-tengeri szigetre, és egy évig nem tudsz róla semmit. Aztán visszajön ilyen nagyon hosszú hajjal. Tehát ez pedig ott kicsit túl hamar kirepült otthonról, és azt se tudtad merre. Na most nem felmentvén szülőket a feladat alól, de azért a gyermek eléggé specifikus karmát hoz le. Tehát van, amelyik annyira erős, hogy egyszerűen csak azt tudod, hogy úristen, ennek a lámpaoszlopnak most ne menjen neki. Ha az elsőt kikerült, akkor már esélyes, hogy a másodikat is kifogja, menjen. Úgy se tudod otthon tartani. Ez a típus. Örülj neki. Azért örülj neki, mert a világ részt vesz a nevelésében. Nem csak rajtad, hogy úristen, most mit vegyek neki, már 40 napja nem lépett ki otthonról, és megint a kedvenc kajáját követeli. Érted? Tehát nem ez a probléma. Irányvétel, célképzet, motiváció, helyes szándék, na ezt kell fölépíteni benne. Úgy látszik, ez irányban nincs sok munkád, úgyhogy ne aggódj. Arra lelkesítsd, hogy lásson a szemével, halljon a fülével, érezzen a szívével, gondolkodjon az elméjével, és ne más szemével lásson, de legyen együttérző mások iránt. Ne más elméjével gondolkodjon, de értsen meg másokat. És ne hagyja, hogy mások lássanak az ő szemével, de fogadja el az együttérzésüket. Ne hagyja, hogy mások gondolkodjanak az elméjével, de várja el, hogy megértsék őt. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos megkülönböztetések, mert itt lehet elcsúszni, főleg egy idegen kultúrában, hogy azt hiszed, hogy ezek felcserélhetőek. Elvész a felelősség, elvész az önállóság. Tehát láss a szemeddel, hallj a füleddel, más nem láthat a szemeddel, te nem láthatsz mások szemével. De az együttérzésre, bölcsességre, odafordulásra szükség van. Tehát ez így kerek. Ha ezt megtanítod neki, és ez tényleg éli, akkor olyan túl nagy szarvashibát talán nem követel. Tehát a karma útjai annyira kifürkészhetetlenek, hogy nagyon éles szemmel és tiszta tudattal kell azt az utat járni. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Én azt szeretném kérdezni, hogy a szeretett kapcsolatainkból hogy tudjuk elengedni a túlzott ragaszkodást? Úgyhogy meglátod, hogy mi az eredmény. Tehát nagy szeretettel légy szíves, forralj föl egy kuktányi bablevest, utána hagyd benne egy hétig. Te nem engeded, de hát nem nyitom ki azt a kuktát, az olyan finom meg jó ott belül. Nem engedem el, itt jó neki csak. És megrohad. Megrohad. Csak a ragaszkodás által, a féltés által, a kizárólagosság által megrohad. És a lojalitás és a hűség megtartásával, de engedni kell a változást. Tehát vannak alapvonalak, elvek, gyakorlatok, ezt meg kell tartani. De nem szabad olyasféle bezártságot azonosítani a szeretet kapcsolattal, vagy annak a védelmével, amihez a berohadáshoz vezethet. Nézd meg, ne zárd be a szobát, néha szellőztetni kell. Jó, köszönöm. Szívesen. Még volna még egy kérdésem. Ülőmeditációnál nekem sokszor van, hogy ugye csinálom a gyakorlatot, és elmélyednék, és hirtelen nagyon erősen elkezd csengni a fülem. Nekem is. Igen. Nekem is. Mostanában és ez miért egyre van? Jobban. Adathalmaz. Tehát csengenek a nullák és az egyek a fülünkben. Tehát ha megnézed, akkor a tudattalamban vannak ilyen különböző kis frekvenciasávok, és amikor megváltozik a csengés a fülemben, akkor tudom, hogy pontosan mi történik ott a felszín alatt. Hirtelen belegondoltam valamibe. Nem akarok tudatosan foglalkozni vele, ott van a felszín alatt, és csak a finom kis sípolás jön, vagy a rezgés, vagy a susmorgás jön föl, vagy a búgás, annyiféleképpen csenghet a füled. És néha tudni kell leállítani ezeket, mert széttagol. Tehát olyan mennyiségű adatot bocsátunk át magunkon egy hónap alatt, ebben a digitális létben, amely 150 évvel ezelőtt egy ember életnyi volt.
Gondold el? Tehát ki van ez az egész találva erre? Nem. Túl gyors a fejlődés. Úgyhogy nézd meg, hogy milyen tudattartalmakat emelsz be, mit tartasz meg, és mi az, amit kipucolsz. És itt a nem azonosulásnak, ezt jobban szeretem, mint az elengedést, mert ez ilyen kicsit hamis képzetet kelt, lásd, hegymászó probléma. Tehát van, aki a formához ragaszkodik, van, aki az ürességhez. Ugyanolyan probléma. Tehát tudni kell leállítani a folyamatokat belül, és ezt csak úgy tudod elérni, hogy az energiát kiveszed belőlük. Ekkor az elme megkönnyebbedik, a tudat mezeje tisztul, téresebb lesz, könnyebb lesz, és nem úgy fogsz járni az utcán, mint egy ilyen 90 éves aggasztján két cementes zsákkal a vállán, hol ott nincsen rajtad semmi. Csak a karmát súlya, semmi több. Úgyhogy tiszta tudat, rendes ház. Amit kell, azt megfogsz, ami nem kell, azt elengeded. És köszönöm. Hogyha egy bizonyos folyamat mennyiségen túl az elme terét betöltött gondolatokkal, érzelmekkel, és a tudattalamból túl sok minden jön föl, akkor elképesztő válság alakul ki. Olyan túlnyomás van, hogy nem látsz tisztán, nem hallasz tisztán, nem gondolkozz tisztán, és ennek az egyik kényszer megoldása az, hogy beteg leszel. Nem te, más valaki. Tehát a szomatizált karma az a betegség. Hát az elme már nem bírja a túltöltést, a testet háttértárként használja, és rátolja az érzelmeit és a gondolatait, még az is nagyon világos, hogy melyik szervre miért. Tehát a férfiak, akik túlaggódják, túlszorongják magukat, gyomorfekély például. Ezt mindenki tudja. Tehát ezért kell figyelni, hogy milyen karmát szomatizálsz, mert pontosan az az, amit nem tudtál megszelídíteni. Amivel te kényszerű módon, de még mindig azonosulsz, és a tested emlékeztet rá, hogy barátom, ha ezt így csinálod, akkor én beteg leszek azért, hogy az elme működésed fönnmaradjon. Kényszerűen eltárolom azt, amit te nem tudtál kipakolni magadból a térbe, nem tudtál megfosztani az energiától, az azonosulástól, az információtól. Na, akkor betegség lesz. Ezért kell gyakorolni, hogy ezt még akkor kipörgesd, amikor még nem ment le testre. Oké? Köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Tessék ott. Találkoztam a baráti társaságomban egy olyan problémával, hogy hosszú kapcsolatból nem születik gyermek, majd amikor úgy döntenek, hogy ők más okokból kifolyólag elválnak, és ők már külön utakon élnek, és terhes a hölgy, akkor az abortusz, vagy a megtartás, hogy ez a lélek ezek szerint ebbe a fogaskerékbe beszeretne születni, de nem biztos, hogy jól jár. Ilyenkor mit érdemes tanácsolni, hogy jöjjön? Ki kell tenni az érintett pár nevét az oltárra, háromszor leborulni, és kvanszembószát kell énekelni értük, és a leszületendő magzatért is. Érdemben más nem tehetsz. Annyira bonyolult az egész, és nem téged hibáztatlak, korrekten föltette egy kérdést. De rajtuk kívül ezt a karmát senki nem tudja megoldani, még apuka és anyuka se. De nekik van joguk, hát nyilván van, mert az emberek abortuszt elkövetnek, de hogyha ez a lélek ide meg akar születni, akkor ezt mondhatjuk sorsnak, hogy ők ezt így... Tehát, az hogy... a léleknek a választása. És ezt a szülők fölülírhatják, ha olyanjuk van, de hogyha egészséges a magzat, akkor ezt nem kéne. Akkor... Ugyanis gyilkosság. Igen. Vigyázni kell. Tehát jó. A Bardo négy állapotában, a köztes lét négy állapotában három állapot az testes. A megszületés, a meghalás és a kettő között az élet. Ez mind testhez kötődik. Az egyiknél megszületik a kötés, a másiknál föloldódik, a harmadiknál tart. Csak a nem született állapotban nincs fizikai test. De a másik háromban van. És éppen ezért óvatosan a beavatkozásokkal. Tehát miért az az első fogadalmunk, hogy tartózkodom az élet elvételétől? Miért? Nézz erre rá. Tehát miért mondjuk azt így nyugaton, az élet szentsége? Csak azzal kezdődik, hogy nem tudod a lelket egy szétrombolt testbe visszatenni. Szétrombolhatod, megölheted. Elválaszthatod a lelket a testtől, nem fogod tudni visszatenni.
Úgyhogy azt a karmát, amelyik így a lélekben ugye megállt és egy új testet keres, azt a karmát azt meg kell békíteni. Attól bocsánatot kell kérni, és úgy érzem, hogy teljesen nem is lehet. Ezzel rendkívül óvatosan, mert az emberi önzés ez nem ismer határokat. Ha létrehozták azt a magzatot, tessék leborulni előtte. Ő lesz a kis buddhájuk, a kis bodhiszatvájuk. Úgy döntöttek, hogy életet hoznak a világra, tessék megszolgálni. Akkor jó tanácsot adtam. Nem tudom, nem voltam ott. Ezt mondtam neki. De ismétlem, hogyha nincs fejlődési rendellenesség a Down-kortól kezdve a már azonosítható szívproblémáig, nyitott gerincig, ichtiózisig, tehát azért ezek nagyon komoly problémák. Azért ennyire részletes a válasz, mert orvos, tehát ismerem a szakmáját. Tehát, hogyha ilyesféle problémák nem merülnek föl, ahol viszont kegyelem az, hogy ezt az inkarnációt elvágod, és ez az első trimeszterben kiderül, különösen mostanában, hát csak annyi ultrahang van, amennyi kell, és még egyéb vizsgálatok is. Tehát legyenek szívesek megbizonyosodni arról, hogy egészségesen születne-e. És ha igen, a szent. Nagyon fontos. Jó? Köszönöm. Szívesen. A felnőtté válásról szeretnék kérdezni. Tehát ez neked nagyon jól megy, hát annyi éve ismerünk a templomban, és egyre felnőttebb vagy. Igen, valahogy mindig erről kérdezek. És hogy az elmúlt fél évben így egyre inkább azt érzem, hogy az én kezemben van a kormány, és ez ijesztő, hogy így meg kell tanulni vezetni. A kezedben van a kormány? Hát igen. Ez nagyon jó. Én szeretném, hogyha minél nagyobb kormány lenne a kezedben. És ettől így megijedtem. És hát megreccsent a kormány a kezedben? Nem, hanem elkezdtem így aggódni, hogy akkor így meddig vagyok fiatal, vagy hogy tudok? hogy tudok a koromnak megfelelően viselkedni? És ezt azzal kompenzáltam, hogy rengeteg ilyen szociális élményt gyűjtöttem, de azt éreztem, hogy így ez így nem segít se előre, se hátra, hanem csak így egy dagonyázás. Az örök fiatalságban, ugyanis, hogyha nem megy előre vagy hátra az idő, akkor egy permanens dagonya van. Na, ebből kell fönnőni. Ez még a boldog gyermekkor, vagy a gyermeki szemlélet, amikor ilyenekre neked van időd. Tudod, hogy mi segít ezen? Egy komoly kötelezettségvállalás. Mondjuk egy ember felé, egy közösség felé, egy helyzet felé, egy család felé. Amikor ez a kötelezettségvállalás megvan, úgy sínre kerül az életed, hogy reggeltől estig ki se látsz a teendőkből, viszont szeretett személyek vesznek körül, kreatív munkát végzel, és egyszerűen nem érted meg, hogy hogy lehetett az probléma két évvel ezelőtt, ami az volt. Hogy most te milyen messze vagy attól a felvetéstől, attól a kérdéskörtől, amiben most benne vagy. És én kívánom neked ezt az utat, ettől nem öregszel meg, de érett leszel, nagyon más. Az öregség az mástól van. Köszönöm. Nagyon szívesen. És még egy kérdésem lenne, hogyha így meg tudunk olyat nevezni, hogy alapállapot, mondjuk egy ilyen szemlélet, ahogy így éljük a mindennapjainkat. Én azt érzem, hogy nem lehet olyan messze, hogyha így rólam van szó, mondjuk a melankóliától, mert... Kinek az esetében, mert az esetedben nincs messze. Jó, hát igen, de hogy nálam lehet... ez nehéz lenne, mert lelőni nem lehet, a melankólia pedig ilyen fényévekre, nekem más problémám van, tessék. De hogy ez lehet egy ilyen jó alapállapot, hogyha egyszerre érzékeled így a szépséget a világból, és egyszerre úgy mondom kellemetlenebb dolgokat, vagy ez egy passzív állapot? Én nem minősíteném ezt az állapotot se jónak, passzívnak. Egy taoista tanítót idéznek, akinek egy díjnyertes mondata volt. A klasszikus Tang dinasztiában az uralkodók a nemzet tanítóit meghívták, hogy nyilatkoztassák ki a tanításukat minden lény javára, és ezt úgy pontozták, tudod, zsűri.
nagy X-et világító módon, és az történt, hogy az uralkodó körbe ment, és a nagy tanítóknak a kalligráfiáit mind elolvasta, és ez alapján eldöntötték, hogy ki nyert. És egyetlen mondat nyert, a mester az valahol volt, de hogyha tudjuk a mondatot, akkor megértjük, hogy miért. A mondat így szólt, ez is elmúlik. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Az eutanáziáról szeretnék kérdezni. Akkor én meg is haltam. Akár az aktív, akár a passzív formájáról van szó, az öngyilkosságnak számít. És mint ilyen, karmikusan a lehető legrosszabb. Azért itt is vannak ám különbségek, a kegyes halál és a feladott élet között. Igen, éppen erre szeretnék majd utalni, hogy mi van akkor, ha mondjuk egy súlyos betegség kezelésekor, ami egyáltalán nem biztos, hogy gyógyulással jár. Olyan mentális és olyan fizikai szenvedést kell kiállni, hogy inkább az eltávozást választja az, akit kezelnének. Karmikusan mit jelent ez? Az igazi kérdés az, hogy befejezte az inkarnációt vagy sem. Tehát van úgy, hogy a rendszer, az infrastruktúra tartja életben, és közben szenved. Tehát nézd meg azt, hogy a vezetékek, gépek és egyebek nélkül az illető meddig élne, és már rég elment volna. Ilyenkor az a fontos, ha látjuk magunkban ezt a veszélyt, hogy ilyen helyzetbe kerülhetünk, hogy nagyon gyorsan még épp tudattal végrendelkezni, hogy na most húzzátok ki az összes drótot. És amikor pedig az eutanáziáról van szó, akkor ezt egy civilizált világrészben orvosok, családtagok, a paciens, az beteg, azaz beteg, egyeztetik, leülnek és megbeszélik. És kell az, hogy tényleg végállapot, nem fog felgyógyulni, nincs kecmec, nincs porhintés, ez van. A családnak egyet kell érteni, az egyénnek kell megnyomni a utolsó erejével ezt a gombot, hogy vége legyen. Mert leélte az életét, és már csak a gyógyszerek meg az infrastruktúra tartaná életben. És ez az, ami szerintem emberhez méltó, hogy választhass, hogy dönthess, és nem menekülésből, nem gyávaságból, hanem előrenézve és bátran átadom a helyemet. Ennyi volt. Bevégeztem, megcsináltam. Ebbe az inkarnációba ennyi fért, és a test már nem bírja, nem fog visszajönni. És van az, amikor a menekülést szeretnék ugye maszkírozni ebbe, nincs leélve az élet, van még dolog, onnan látod, hogy még van hajtóerő a lélekben. Még akar látni, hallani, szagolni, tapintani, ízlelni, még van jó és rossz, még van akarat, még van feszültség, még van ambíció, vonzás és taszítás, akkor nincs vége. Messze nincs vége. És akkor addig kell élni, ameddig annak az inkarnációnak vége nincs. Amikor a lélek eltüzelte a saját nyersanyagát, azt a karmát, amivel idejött és amit meg akart élni, akkor egyszer csak így, és száll ki. Ha ezt jól csinálja, nem szenvedésteli az átmenet. Alaphiba, hogy az emberek összemossák a fájdalmat, a szenvedést és a halált. Van olyan fájdalom, ami nem szenvedés. Tudod, hogy a fogorvos segít neked. Van olyan szenvedés, ami fájdalmatlan, a magány. Nincs fájdalmat, de szenvedsz, és el akarsz pusztulni. És a halál pedig nem azonosítható sem a fájdalommal, sem a szenvedéssel, de az oda vezető úton előfordulhat. De az, hogy te kiszállsz a testből, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy álomból nem térsz vissza. Úgyhogy a tapasztalás és a megkülönböztető bölcsesség nagyon sokat segít, és ha fel tudja tenni az egyén a kérdést, és tud őszinte lenni magához, akkor megválaszolja, hogy van-e dolgom,
Szeret-e még valaki? Szeretek-e még valakit? Szerintem mindegyikötök életében volt olyan válsághelyzet, amikor csak az emberi kapcsolatok adták vissza a reményt és tartottak itt. Ha egy, akkor csak egy. De azért érdemes volt tovább élni, tovább húzni a szekeret, és kijönni a válságból, és feltakarítani az ürüléket a padlóról. Ennyire fontosak tudunk lenni egymás számára. De ha egyszer vége, akkor méltósággal, szabad akarattal tudnunk kell távozni. Oké? Okay? Hogyan lehet úgy együttérzőnek lenni, hogy közben nem veszem el túlzottan a másik ember érzéseit? Nagyon sokat kell gyakorolni a meditáció nemes mesterségét. Leborulással, mantrával és üléssel egyaránt, mert ha nem, akkor vagy nem vagy együttérző, lásd közömbösség, nem érdekel, vagy pedig annyira magadra veszed a másik karmáját, hogy teljesen összerogysz alatta. Mert azonosulsz a másik karmájával ahelyett, hogy segítenél. Most gondold el, hogy milyen az az orvos, amik ránéz a vakbélgyanús betegre, és mellé fekszik a műtőasztal, és felvágja. Hát érted? Enyhén probléma. Vagy a másik, a szélsőség, oda jön elé a sürgősségén az éppen többsebből vérző balesetes, nem érdekel, más dolgom van, és kimegy. Ez a két szélsőség. Úgyhogy úgy segíts, hogy megmaradhass a segítő pozícióban, és ne ráncson le a másik karmája, de közben fogod a kezét. Igen, de segítség adás közben is úgy érzem, hogy leránt a másik karmája. Ha hagyod. Ha nem hagyod, akkor nem. És hogy kell nem hagyni? Maradj meg szabadnak, de együttműködőnek. Folyamatosan tükrözd a másiknak a helyzetét, anélkül, hogy azonosulnál vele. Őt segítheted, de a terhét nem veheted le a válláról. A praxisunkban van egy olyan megkülönböztetés, hogy ha te szomjas vagy, akkor iszol. De ha más valaki szomjas, akkor inni adsz neki. És ezt rendszeresen összecseréljük. A másik iszik, mert szomjas, akkor mi is úgy teszünk, pedig nem vagyunk szomjasak. Vigyázzunk. Vagy a másik szomjas, és én is iszom. Pedig csak oda kéne neki adni a vizet. Tehát vigyázzunk ezzel, mert hogyha átvesszük, vagy át akarjuk venni a másik karmáját, magunkra veszük, hogy majd attól könnyebb lesz, alapvető öncsalás, és közvetetten, esetleg akaratlanul, de a másik megcsalása is. Hát hogyan maradsz meg igaznak, világosnak, de odafordulónak és együttérzőnek? Ehhez kell a gyakorlat. Ehhez kell önmagaddal nagyon tisztában lenni. A nem látásból, az avidjából keletkezik az összes téves nézet. Amit mi elkövetünk hibaként, az mind a mi hibánk, amit a másik követel hibaként, az viszont az övé. Hol van a határ? Ezt nagyon jól kell látni. A saját hibádat te javítod, a másik pedig a másikét. A sajátját. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Olyan könnyűnek tűnik, amiket elmondasz, és aztán, amikor helyzetben vagyunk, akkor nem igen megy. Tehát konkrétan helyzetbe hozva, mi az a gyakorlási mód, ami segít minket ezekben a helyzetekben? Oké, meditáció. Egyet még nem említettem, és ez pedig a koan praxis. Aha. Ez az interaktív, a helyzet, a szimulátor. És a szimulátorban akárhányszor odaverheted a gépet, mindig a karral szépen fel tudod húzni, reszet, és indul az egész program újra. Az élet az nem ilyen. Tehát a koan az egy megtervezett válsághelyzet, ahol te nem tudod a megoldást, és ki kell ötleni valahonnan máshonnan, mint a karmádnak a szokásgyűjteménye. Hát a zen az számomra azért vált nagyon szimpatikussá,
mert világos helyzetekben nagyon egyszerű kérdésekre adott válaszokkal meg lehet mérni, hogy a tudat mennyire erős, tiszta, tetrekész, együttérző, bölcs, önzetlen, stb. Nem pedig bemondásra, habókra, vagy a guru tetszésére vagy bízva. Tehát ezekre a helyzetekre fel tudsz készülni olyan zenmesterek tanításával, akik 1400 éve csak ilyen paradox történeteket adnak tovább egyik generációról a másikra, azért, hogy te egy világosabb életet élhess. És a jó hír az, hogy a Kuan Praxisban, az interjú szobában akármennyit hibázhatsz. Bármennyit. A tanító ítéletmentesen, mosolyogva mondja azt, hogy gyere legközelebb. De az élet nem ilyen. Az élet odaver. Az életben egy rossz aláírás és évekig takarítasz utána. Egyetlen rossz szó és hetekig tart, amíg helyrehozod. Érted? Tehát az élet brutális, de ebben a brutalitásában az okozatiság föllelhető. Ettől tanulunk, mert ez egy felnőtt műfaj. Ezért óvjuk a gyerekeket, hogy nehogy túl hamar megismerjék azt, hogy mi van itt. Szépen fokozatosan. Először még higgyenek csak a Mikulásban, majd rájönnek később, hogy ez mi. Tehát ez, hogy tudsz helyzetgyakorlatokkal, paradox történetekkel, látszólag megoldhatatlan problémákkal szembesülni az engyakorlat során laboratóriumi körülmények között, ahol a hibádnak nincsen fatális következménye, ez kincs. Ezt azoknak is mondom, akik nagyon szeretik a Kuan Praxist. Mert nem bírod ki, hogy nem tudod. Nem bírod, hogy nem tudod, az elméd nem viseli el a saját tudatlanságát, és ez egy nagyon jó lecke, ez az igazi önképgyilkos. Jó, akkor hogy ahova lehet menni ezt megcsinálni? Zentemplom.hu. Mostanában elég sokat olvasok az ilyen transgenerációs traumákról. Te is? Ebből a könyvbű? Nekem is megvan, mondjad. És igazából nagymamám holokauszt túlélő volt, de sajnos amikor elhunyt, akkor én még nagyon pici voltam, ezért nem nagyon tudtam, vagy hát akkoriban még nem érdekelt ez a téma, és nem tudtam tőle sajnos kérdezni. Viszont mostanában meg nagyon sokat kattogok azon, hogy vajon ő milyen traumákat élt át, és hogy melyik az, ami rajtam is úgymond ki fog egyszer mutatkozni, vagy már adott esetben meg is történt, és hogy erről mi a véleménye, és hogy nézd, így, hogy... minden esetben ugye tisztelettel és szeretettel fordulunk az ősök felé, nem csak azért, hogy ne kergessenek minket vasvillával fölülről, hanem azért, mert egyébként nem látod meg a karmát, a transzgenerációs karmát külön. Ha nem tiszteled a tanítót, nem tudod megtanulni a tanítását, mert az ego falott marad. Tehát, hogyha látod, hogy nagymama mind ment keresztül, az nem azt jelenti, hogy te ugyanazt hordozod. Azon a hídon keresztül kell menni, hogy te miért születtél hozzá, anyuhoz, apuhoz, nagyszülőkhöz. És amikor látod azt, hogy téged milyen karma hozott oda, akkor tudod a felsőbb generációk az ősiség sorsát tanításként, és nem teherként tapasztalni. És a tudatosodásnak itt van óriási jelentősége. Ha meditálsz, ha haladsz az úton, akkor egyrészt le is választodsz erről a karmáról, másrészt jobban látod, harmadrészt nem szenvedsz tőle. Hát most én el nem mondom, hogy az apám generációjában a négy testvér mit élt át a háborúban, és utána milyen sorsot éltek át. De most már tudom, hogy miért születtem a szüleimhez, a családomhoz, a néphez, a kultúrába. És ezen keresztül ez már eszköz, nem pedig teher. A nagyapám pedig, hát egy fantasztikus ember volt. 1895. novemberében született, és 1978-ig élt, két világháborút túlélt úgy, hogy az elsőben tengerész volt, kétszer süllyesztettek el cirkálót alatta, a Szent Istvánt és a Viribus Unitiszt, az öreg utolsó parancsra ment a mentőhajókba és a tengerbe, és 2014-ben lementem Pulába, kimentünk oda, ahol a Szent István horgonyzott, és megköszöntem neki. Na, az a pillanat, az leírhatatlan.
És ekkor az, amit te transzgenerációs karmaként említesz, az energetikában úgy megjelenik, hogy pontosan érzed, hogy ő ki volt. És mi 12 évig, az életem első 12 évében, három generációs családként itt a Bajza utca 58-ban, három föld alatti megállónyira itt éltünk. Ugye? Tehát ezek azok a sorsok, akik formálnak minket. Jó? Köszönöm a lehetőséget. Az a kérdésem, hogy egy új csoportban, egy csoport karmával kapcsolatosan hogyan tudom az idősek számára, akik valamennyire kényszerűségből vannak egy nyugdíjas otthonban, helyesen bevinni a darmát számukra? Lehet, hogy nekik nem a darmát kell bevinni, hanem a vizet, meg az ételt és a tiszta ruhát. Ezzel nem azt mondom, hogy nem tehetsz jót, és nem haladhatod meg ezt az érzékszervi síkot, de az a helyzet, hogy ha nem tudod meglátni az időt lent bennük, akkor nem tudod a darmát közvetíteni, viszont ki tudod őket szolgálni, tudod őket segíteni. Nem mindenki van tanítható állapotban. A nagyon gyermek és a nagyon öreg már nem tanítható, vagy még nem tanítható. És néha fel kell ismerni azt, hogy te ezt a falat most nem tudod átvinni. De akiben egy pici nyitottság van, azt az ok és okozat működésén keresztül együttérzéssel és bölcsességgel taníthatod, úgyhogy nem veszi észre. Ha észreveszi, az baj. Megkérdezték Sung San Zen mestert, van-e probléma a nagy énnel? Azt mondta, igen. Milyen probléma az? Már megjelent. Jó? Köszönöm. Szívesen. Tehát nekem is az örökléssel kapcsolatos a kérdésem. Nagypapám a mai reggel hunyt el, és... Kicsangosza. Köszönöm szépen, és úgy érzem, hogy neki nagyon sok minden dolog nem adatott meg, azáltal, hogy mikor kicsi volt, neki nagyon hamar elment az anyukája, mert öngyilkos lett, és édesapám ebből úgy érzem nagyon sokat átvállalt, és emiatt nagyjából az első 10 éven már nem tudott mit csinálni. Tehát amikor én leszülettem, akkor így nagyon hamar elváltak, és igazából addig csak így egy dolog voltam, ami megvolt, de így igazából nem az, hogy átaszított, hiszen nem, de azért voltak hullámvölgyeink, és igazából a kérdés az, hogy most fog megszületni februárban a kistestvérem, így 23 év után, és kicsit izgulok amiatt, hogy mennyire tudja ezt, hogy újra ebbe az apa szerepbe kell kerülnie, és így, hogy most az övé sajnos elment, hogy ez, és ez mennyire lesz hatással nyilván rám is, mivel nagyon sok mindent ide tudok visszavezetni. Az aggodalom nem segít. Tehát meg kell nézni, hogy a családtagok miként tartoznak egymáshoz, és hogyan tudod őket segíteni az útjukon. Ezt csak annyiban tudod végrehajtani, amennyiben te az úton jársz. Tehát minden együttérzésem mellett, mert nagyon sok kemény karmát tettél egymás mellé, amikor beszéltél erről a történetről, szállj ki a homloklebenyedből, és még a szívcsakrát is egy picikét távolabbról figyeld. És az a kérdés, hogy neked mi a dolgod ebben a Matrixban, az a leglényegesebb, mert mindenki helyett nem oldhatod meg a feladatokat. Tehát egy elképesztően jó lelkű ember vagy, és néha teljesen túlvállalod magad itt, lélekben. Ezzel legyengülsz, ezzel a saját utadat nem tudod rendesen járni, viszont mindenki más sokszor tőled függ. Ne legyen az, hogy te nem tudsz segíteni érdemben, mert az energiaszinted lecsökken, mert annyit gondolkodsz, annyit beszélsz, annyira meg szeretnéd oldani mások problémáját, mert annyira aggódsz. A szenvedést nem kerülhetjük el. De hogyha tudatosak vagyunk, akkor találkozunk vele így szemtől szemben, nem pedig bújunk, menekülünk, megpróbálunk valami kis kibúvót találni. Tehát nézd meg, hogy mi a dolgod ebben az egészben, és azt és csak azt csináld.
ne akard mások problémáját megoldani. Koreában van erre vonatkozóan két nagyon fontos mondat. Ne feszítsd meg mások íját, ne fújd mások kürtjét, családtagokért sem, de segíts nekik. Oké? Utolsó kérdés. Hogy lehet az emberbe visszatenni a valódi jóságot, a szeretetet, az alázatot, a tiszteletet? Magaddal kezd. Én ezt pontosan értem egész életemben, ezzel foglalkoztam, hogy én magam olyan ember legyek, amilyen én tettem magamat. Amennyiben magadban ezek a minőségek megvannak, olyan mértékben tudod ezt másokban fölkelteni. Amiről beszélünk, ez csak a hézagos hazavitel. Kimegyünk az utcára, nem történik semmi az utcán, semmi sincs mindebből, amit ezekben a termekben én megtapasztalok, elmegyek, leülünk a földre, beszélgetünk, meghallgatunk téged, sokan vagyunk, ülnek a hátsó sorokban, a plusz székeken, mindenhol ülnek. Kimegyünk az utcára, ott nincs valójában semmi. Miből érzed azt, hogy tehát mi az, ami megfog téged abban, hogy napról napra ide ülj, elmond ezeket, érz, látsz visszacsatolást bárhonnan, bármilyen módon? Mert én csak azt látom, hogy maroknyian vagyunk, és semmi sincs. Nem látok visszacsatolást, kivéve téged, ezt a dharma termet, és 120 fő, de nekem ez bőven elég. Én értem, de ez a maroknyiság ott kint nem jön semmi vissza belőle, csak azt látom, hogy minden keletkezik. Pesszimista vagy. Értelek. Ugyanazok az emberek sétálnak az utcán, mint akik ülnek itt. Abban a pillanatban, míg a színházterem és a színház és az állat szó, ott van rajtad, abban a pillanatban, amikor helyzetbe hozunk, akkor eltűnik minden. Maximalista vagy, nem is Igen. kicsit. És türelmetlen. Szerinted egy türelmetlen embert sokáig hallgatnak? Egy maximalista embert követnek? Ha nem fogadod el mások hibáit, nem tudod őket tanítani. Én nem akarok senkit tanítani, csak De saját önmagam. Mindenkit! Most! Rögtön érjék el a felébredés, és akkor te megnyugszol egy kicsit, aztán találsz más problémát. Tehát ezt az ambíciót, amit nagyon-nagyon jól akarsz csinálni, tessék ide levinni a tantiembe, ott, ahol az elme ezt nem hajtja meg, ahol ez a türelmetlenség és maximalizmus egy nagyon tiszta szándékká és úttá válik. Mert különben állandóan frusztrálod magadat és a környezetedet. Emlékezz arra, hogy ez a világ a tudatunk teremtménye. Akár ülünk, akár járunk, akár beszélünk, akár csendben vagyunk, akár alszunk, akár ébren vagyunk. Mindig ugyanaz a tudat, de a teremtmény az 10 000 féle. Tehát ne légy türelmetlen magaddal és másokkal, ne légy maximalista magaddal és másokkal, mert a frusztrációból néha dű lesz, és akkor pedig nagyon-nagyon elszégyelled magadat, és nem állsz meg magad előtt. Erre kell vigyázni. Tehát mi az, ami ezt az elképesztő akaraterőt, ami benned van, behangolja? Az a kérdés, hogy miben segíthetek. Az a kérdés, hogy tényleg ki áll előttem. És hogyha tisztán látod, hogy kik ülnek, állnak, járnak, beszélnek, akkor megtalálod azt a kaput is, amelyen keresztül segítheted őket. Megtalálod azt a kulcsot, ami a lelkük ajtaját kinyitja. És itt egyetlen egy kulcs szó van, ez pedig az együttérzés. Hogyha ők nem érzik, hogy együtt rezdülsz velük, nem fog kinyílni a szívük rád. Hogyha nem nyílik ki a lelkük, nem fogják meghallani azt, amit mondasz, még akkor is, hogyha az tökéletes. Hogyha elrohanok mellettük, és azt várom, hogy rohanjanak velem együtt, széttárják a karjukat, és azt mondják, túl gyors, nem tudom követni. Úgyhogy az ítéletmentes odafordulás, az önzetlen segítség, az elvárások nélküli bodhiszattva erőkifejtés, ez mindegyikünknek a lehetőségei közé tartozik. Én a magam számára nem tudok jobbat. Ebben a tökéletlenségben, mulandóságban és függésben, amiben élek, nem tudok jobb utat. Ha tudnék, azt csinálnám. Azon járnék.
Úgyhogy nagy örömömre szolgál, hogy most ezt a budapesti zenközpontot így hivatalosan is ennyi fővel megnyithatjuk, hogy együtt járhassunk az úton, érhessünk el egy felébredett állapotot, és segítsünk minden lénynek megszabadulni a szenvedéstől, teljesen mindegy, hogy ebből mennyit fogadnak el. Köszönöm a figyelmet!